Bársonyra festett virágok, horgolt textilek, kerámiák, festmények. Különleges tárlatot szervezett a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Kisvárdán. A kiállításon Olesja Voznicki elismert keramikus munkái mellett nem hivatásos alkotók is kiállítanak, köztük Sütő Mária, akinek tanári pályáját meghatározta a művészet szeretete. Módszere különleges és egyedi, évekig kísérletezett az eljárással. Imádtam a keleti kultúrát, a művészetet és a japán festészetet. A sejemre való festés, és abban az időben nálunk nem lehetett venni festéket, megfelelő festéket, és így kísérleteztem mindenféle anyagon, így kerültem a Bársonyhoz. A ruszinok Kelet- és Közép-Európa országaiban szétszórt kisebbségként próbálnak fennmaradni. A Kisvárdai Nemzetiségi Önkormányzat célja, hogy a sajátos, más nemzetek hagyományait is hordozó kultúrájukat bemutassák a szélesebb közönségnek. Ruszin szivárvány címmel 7. alkalommal szerveztek kiállítást Kisvárdán. A tárlaton egy a ruszin művészekről, tradíciókról szóló könyvet is bemutattak. Itt több mint 50 művész, aki Kárpátalján született, és vagy negyede már itt van Magyarországon, úgyhogy áttelepültek. Ez olyan fele magyarok, fele szlovákok, fele ruszinok. Miért is érdekes a Kárpátalja, meg a Kárpátalja medencének ez a kultúra? Mert itt vegyes kultúra. Itt egyik kultúrának a tradíciók átmennek a másikba, és azért is érdekes ez a kiállítás. A mostani kiállítás helyszíne a Kisvárdai Kárpátalja ház, amely több civil szervezet mellett a Kisvárdai Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatnak is otthont ad. Olyan közösségi tér ez, amely több határhoz közeli városban segíti a kisebbségben élőket. Kárpátalja háza magyar házak hálózatnak a része. 5 ilyen ház van Magyarországon belül, mindenhol a határ mentén, tehát Sopron, Miskolc, Kisvárda, Debrecen, Szeged, és az adott határ közelében a túlsó elcsatolt részek országaiban fejti ki a tevékenységet. Tehát ezen a hálózaton belül itt Kisvárdán a Kárpátalja ház, mint egy intézmény működik. A Ruszin Szivárvány című képzőművészeti tárlat december 31-ig látható a Kisvárdai Kárpátalja házban.